csánépek! Polákmentes szemleget kívánok! Hoztam egy csatát az Objektum 274A-val a 8-as prémium ruszki meddel. A pálya Prohorovka, miért ne? Egy klikkel van a csatába, szerencsére vele nem lesz sok dolgom, csak a végén. De, mint láthattátok a lőlapból, hogy ki fogunk kapni, de egész jó kis damázsokat ki fogok osztani. Na, én eljöttem itt a nullás sorra, száguldok előre, nem leszek egyedül, majd a C53 ő nagyon frankó lesz, nem fogjátok szerintem sokat látni az írását, amit a chatbe betesz, de igaza lesz, mert fáze 1, az anonimizált zsenitojás. Nem is az, hogy rossz helyen van, mert ott is lehet nyomulni heavy tankkal, de akkor nyomni kell. Na mindegy, majd próbáljátok megolvasni, de szerintem nem fogjátok sokat olvasni. Lényeg az, hogy a C53 elküldi az anyjába. Csak burkoltabban teszi, mint hogy én szoktam. Azért van nekem általában az a 3-4 hetes chatbanom, de másfél-két-három hónap, meg fél év is szokott lenni. Attól függ, mennyire sikerül eltalálnom a kurva édesanyját, anyátokat szintet. Egyszer eltaláltam, akkor volt fél év. Na mindegy, nem nagyon zavar. Megmondom a frankót, és ez van. Na, lassan ide érünk, és középen már benn is van a puttony tank, meg a fáze 1. Valami csodával határos módon át tudtam lőni a két ház között. Pedig az 74A, ez nem arról híres, hogy túlságosan messzire lehet vele lövöldözni. Ez inkább a közelharci heavyum kategóriát erősíti. És a szűkülés ideje is eléggé katasztrofális. Attól függetlenül, hogy igazából kísérleti felszerelés, meg lila motyó van rajta, nem az igazi. 2-0, már jól kezdődik. Innen mondjuk azért szerencsére egy valagra lövést ki tudok osztani. A damázsom javát megalapozza, persze, hogyha el is találom őket. Bár igen, nem jellemző az, hogy nagy távolságokban lehet ezzel a tankkal lőni, mert sajnos nem. Nem egy Leopard PTA-ról van szó. Hogyha már ellövöldözünk mindent a világ végéről is, ez nem az a kategória. Kunze Panzer, hát vele is majd meg lesz itt a problémám. És szerencsétlen csénk stokkos. Én meg hát úgy voltam vele, meddig nincsen probléma, addig koncentrálunk a heavy sorra. Na, nyomok speed boostot, hogy kicsit rövidítsem az uralmas részeket. Igen, Kunze Panzer, mindig nem fogunk foglalkozni. Ja, és akkor már a C53, szerintem nem látjátok olyan fejemtől, de már küldi a bizniszt, hogy ott a BC soron tulajdonképpen mi a here van, mert nem csak ő van ott, hanem az autista vörös patton tank is, mert ő nem tud mit kezdeni magát. T29-es megértett, nézzétek nyugodtan a minimappot. Áj, ez most probléma volt, beszoptatott a VK-tól, ne, se baj, majd ő is kap a pofájára. De a két darab pattontank, tehát ezért nem kell előtetni ezt a pattontankot, meg a Wargamingnek a hülyeségét, nézzétek meg, az egyik balfasz 1K csatával megkapta ezt a tankot, és hülye. A másik ugyanúgy 64.000 csatával megkapta, és ő meg azért hülye, de Wargaming nagyon büszke a játékos mennyiségre. Hát egyrészt a maximum csak a mennyiségre lehet büszke ez a faszkalap Wargaming. A játékosnak nem nevezném a felét se nagyon, magamat sem természetesen, de az ilyenek vannak fölöttem, top tier-es meddel, top tier-es heavy-vel kempelnek hátul a gecis faszba, mert nem azzal nincsen, hogy a T29-es kempel, neki plusz 2-es tírje van, de azért az Isten ne bassza már meg, hogy azért a top tier-es meddel megkapok, mert patton tankkal vagyunk, top tier-t kap, bazd meg, és ott kempel hátul, mint az alja tier-es heavy. Tehát ez azért nonsens, és akkor én vagyok mindig elküldve a faszba, mert az ilyen büdös gyükereket nem tisztelem, meg ilyen szarok. Hát ezeken nincs mit tisztelni. Meg beszólogatok nekik. Persze, be is fogok, gyerekek. Ebben a játékban mindenki győzni jön be. Itt, ez nem izé futóverseny a részvétel a fontos. Ide mindenki azért jön be, hogy győzzön, és bizonyítson, nem az, hogy bazd meg, ilyen hülye gyökerekkel vagyunk bazd meg egybezárva. Erre nem lehet büszke ez a faszkalap Wargaming. Én meg szintén megmondom a frankót, azt nem érdekel, tehát én nem akarok itt senkinek sem megfelelni. Nekem van egy feleségem, majd én ő neki akarok megfelelni. Mindenki más őt torkon szarok, tehát nem érdekel. 5-1. Már láthatjuk, itt vége lesz a biznisznek, és a csé folyamatosan nyomatja a bizniszt. Megjött a 122-44, neki nem értettem, mi volt az elképzelése. De se baj, itt van a Tigris 2. Itt már töltöm rá goldot, mert azért Tigris 2-nek részemről eléggé nehéz innen a tornyát bepiszkálni. Úgyhogy alulról kéne felfele lőnöm. Meg itt van még valamelyre az a nyamvat Kunze szar is. Meg a VK is. Közepét azt már nyilván úgymond elvesztettük.
hát az 1-es-2-es sort meg, ahogy ezzel nézem, rendesen elvesztettük. 6-2. Eddig sok mindent nem csináltam. Igen, GG top tier írja Csé, ha nem látjátok, de én azért kommentálom. Na, fázis 1 barátunk ismét előkerült. Ó, bazd meg ez az ágyú. És akkor a VK folyton folyvást kiszpotol. Ajaj, Csénk belenézett egybe. Próbálok visszajönni és akkor segíteni, de szerencsére oldalról szerintem az IS-6B átlövöldözik ide nekünk. 4-6-ra felszenvedtük magunkat. Igen, én is a Tigris 2, szerencsére oldalról lövik, nagyon jó. Nagyon jó. Keresem majd igazából a tuti fogást. Gyorsan az oldallemezébe belevertem egy 329-et. Tökéletes. 5-6. Eddig nem néz ki a rosszul, egész jól felhoztuk magunkat. Sajnos a Csénknek mindjárt elfogy a szerencséje, meg a HP-je is, ha jól emlékszem. Pedig próbáltam úgymond jól csinálni, de az, hogy itt számunkra egyelőre nincsen másfele út, ide be vagyunk szorítva. Bár, hogy a Kunze Panzer ki se spotolódott, úgy lőtte szerencsétlen csórunkat rongyá. Én meg nem tudok egyelőre vele itt mit kezdeni. Próbálnék valamit szörfölni. Hát itt maximum már csak a tűzoltásra vagyok alkalmas, és hátul van a nemezisem, a végzetem, a Progetto. Mert ő majd full HP-ról az anonimizált kis gyökérgyerek, biztos azért anonimizálja magát, mert ő annyira ügyes. Gyanítom. Majd ő lesz a végzetem, ő full HP-ről elő fog kerülni majd, mert ő nagy király. Hát igen, itt lemaradtam a Kunzéról, és nem is akartam rámenni semmilyen úton, módon. Egyrészt ezért, kettő meg a VK-30 is lövöldézik. És annyi fele nem tudom magam egyszerűen forgatni, mert jó a 74 annak a tornya, nincsen bele hiba, de nem 8 oldalról jó a tornyunk. Igen, ott van a kis fiú, nem tudom ellőni, nem tudom elpiszkálni. A VK is nagyon útban van, de itt találtam egy fogást, akkor gyere barátom, kapsz egy kicsit vissza abból, amit az előbb nekem lőttél. És hamarosan a VK-nak is majd elgurul a gyógyszer és rám fog jönni. Hát a fázis 1-jel nem foglalkozik ott senki, pláne a T-55A. Na mindegy. Egy killre feldagadtunk, 2393 damázs, és jön is a VKD. Bár annyi előnyöm lesz, hogy valaki levakarja rólam, de nem. Na, erre jó volt a puttonytank, hogyha már egyszer én spotolok a top 10-es mednek, akkor ő majd azért el tudja, csak-csak el tudja lőni. És szerintem ő az 1K csatás, mert ezeket be kell hívni a játékba, mert ilyen játékos állomány, ilyen ügyesek, és mindenkinek adjunk egy 9-es fos tankot, hogy legalább jöjjenek be bazdmeg valamiért. Javarészt azért, hogy roncsák az embernek a játék élményét. Hát megkaptuk, kösz Wargaming. Pont annyira vagy értelmes, mint amennyi látszik belőled Wargaming. De hát szerintem ezt már jó pár éve tudja mindenki, vagy legalábbis aki jó pár évet játszott, az mind tudja, hogy körülbelül erre képes ez a fehér orosz kretén húgybanda. Úgy is mondhatnám, hogy fosfermet osztag. Na, 2743, és most akkor futásban vagyok, mert látom, hogy itt gondok vannak. Igen, feltűnt a fázis egy középen, itt még lesz egy frappáns lövésem, mert talán a Progettóba bele tudok tenni egyet, miután lepattantam majd róla golddal. Na mindegy. Futok az életemért, de hát jönni is fog szépen majd a Progetto, mert ő full HP-n előkerül, mert egész eddig ott kempelt, és biztos hatalmasakat lövöldözött arról a kis dombocskáról. Igen, itt már ki vagyok spotolva, jön is a Progetto, mind a bajnokok. És mindjárt rá fog nézni majd a phase 1-re, amint kicsit följebb megyek, és valami csoda folytán azt hiszem kiszpotolom, vagy valami történik. Kiszpotolott a faze. Igen, most nem foglalkozik velem, majd itt a két ház között úgy osonosba el tudom lőni. Lább ennyi jó, hogy ja, Darek. Hát, Darek, Marek, Pavel, polák barátunk, de ezek kapnak mindig top tiert. Én meg, ha kapok, akkor 14 vérvörös büdös patkánnyal kapok top tiert. És általában annak mindig az a vége, hogy vereség. Ja, és még akkor él kemény puttony barátunk, élt. Kemény puttonyos barátunk. És már hiába nyugatom a segítséget bárhova, bárkinek. C53 ismét kommentel, mellé lőttem mind a szar. Szerencsére Progetto is. Egyet még tudok belelőni, ha jól emlékszem, és akkor itt vége is a szerencsémnek, mert Progetto meg a klikkel is ide koncentrált. Na, hát ez egy gyönyörű csata volt, mint láthattátok, és ez a banda performance. Úgy gyakorlatilag majdnem mindegyik csatában, hogy tele vagyok rakva ökörborjúval,
fospatronnal, húgypisztollyal, szobanövénnyel, meg egyéb ilyen lekinyitsítő elemekkel. Én kinyitettem le őket. Nyilván oka van. Na, hát akkor megint megkaptatok a Zoziféle igazságosztást. Nem tehetek róla, belőlem ez kitürenkedik időnként, és ezt mindenki tapasztalhatja a csatáimba, de én ezért vállalom a felelősséget. Én játszottam a csatákat, én mondom fel a kommentet, én mondom meg a véleményemet. Akinek nem tetszik, akkor leiratkozás, lehet nézegetni különböző streamereket, ahol nincs ilyen, nálam van, lesz, volt, és még többet lesz. Ameddig a Wargaming meg nem vágtat el egy olyan normális matchmakinggel, csapatbalanszal, ami elfogadható, mert ez nem elfogadható, ez egy darab szar. A 3-5 héttel kezdődött, és azóta még hulladékabb lett, meg az, hogy a retardált büdös polák faszkalapoknak mindig jár a top tier. Én akármilyen tírrel megyek, 6-os, 7-es, 8-as, 9-es, legjobb az, hogy saját tírt kapok. Tehát, és akkor mit tudom én, a minimum részében kapok egyszer top tiert 14 vörös barommal, akik egyszerűen arra képtelenek, hogy elhagyják a capkört, vagy bármit csináljanak. A lófaszon és a faszverésen kívül ez nem balanszolt matchmaking, büdös cigány, kurva román wargaming. Ezen kéne egy icipicit változtatott, te patkány fehér orosz szardarab. Ez van. Igen, akkor jött a kérdés, hogy miért játszom. Azért, mert én alapjától szeretem ezt a játékot. Az, hogy milyen irányba változott meg ez a faszkalap cigány wargaming és az egész autizmusos marhassága a 9 év alatt, arról nem én tehetek, hanem maga a wargaming tehet róla, és ez szerintem egészen más dolgot jelent, és nem is csinálok ebből semmi titkot. Na, összegezzünk, ha megvolt a monológom. 2 kill, 3476 damage, szerintem vakon nem lőttem el semmit, mert nem hiszem. 1829 assist, meg pattintottam 1,2k-t, úgyhogy igazából egy ilyen 5k kombinált megvan, ha a pattintást levesszük belőle. Úgyhogy szerintem nem volt ez attól függetlenül egy rossz balhé. Csánépek!